mindannyian fogtok kapni egy-egy darab papírt. Hozzágyúlhatok át? Hogyne, persze. Kioszt, csak én közben mindig közvetítem, tehát Tamás kiosztott 3 darab, hát körülbelül egy 8 centis szer 10 centis kis téglalap alakú fehér lapot, mind a két oldala teljesen fehér, nincs rajta semmi, ebben a pillanatban ceruzát is kapunk. Használhatod, de jobb az. De tudod, hogy használd a sajátot, mindegy, nincs jelentősége. És kaptunk 3 ceruzát. Majd később majd elmondom, hogy miért volt ez fontos, okay. Vagy meg fogjátok érteni. Jó. Tehát szeretném, hogyha egy picit rám hangolódnátok. El fogom mondani, hogy hogyan fog történni ez a dolog. Én fogok gondolni valamire, és egyébként szeretném azt meg elmondani, hogy hallgatók, akik hallgatják autóban, otthon, irodában, bárhol, nyugodtan vegyenek részt ebben a gyakorlatban. Hú, várj, ez nagyon fontos. Akkor bocsánat, csak időzünk el egy pillanatra, hogy adjunk időt mindenkinek. Tehát ha elővesz egy fehér lapot, amire mind a kettőre lehet írni, tehát kell ez is neki, és ceruza? Nem kötelező a fehér lap, de azt gondolom, hogy azért egy szerencsés, mert vizuálisan jobban lehet majd látni, okay. De ezt akinek nincs, az fejben is képzelje. Oké, okay. Hallgatók, nagyon jó, én ennek örülök a legjobban. Mindenki, aki most nem vezet, ugye az egy picit azért a nulláson mondjuk. Van egy lap, van egy valamilyen papír, egy ceruza, csináljátok velünk együtt, írjátok ti is, aztán várjuk az SMS-eket, kíváncsi vagyok. Ez a legjobb, ha őket is bele tudjuk vonni. Jó, tehát akkor kezdjük el. Elmondom, hogy mi lesz a lényeg. Én egy számra fogok gondolni, egy kétérjű számra. Mivel valószínűleg először játsszátok ezt a játékot, ezért adok némi segítséget. Fogok gondolni egy számra, és ezt a számot megpróbálom felétek, illetve a hallgatók felé sugározni. Megpróbálom beleültetni a fejetekbe. Mivel először játsszuk ezt a játékot, közösen, először játsszátok, ezért adok némi segítséget. Ez egy páratlan szám lesz, 1 és 50 közé esik ez a szám. Tehát 1 és 50 közé esik ez a szám. Mindkét számjegye páratlan. Mint például a 13 ilyen, vagy például a 15, de nem erre fogok gondolni. Francba. Oké, várjatok. Tehát, jó, de mondjuk el még egyszer, tehát 1 és 50 között, csak a hallgatói kedvéért is. 1 és 50 közé esik ez a szám, igen? Páratlan, mindkét számjegye páratlan. Uh-huh. Jó? Oké. Okay. Okay. Tehát egy szám lesz a fejembe, amire gondolni fogok. Körülbelül 2-3 másodpercet várok, megpróbálom sugározni ezt a gondolatot, és hogyha megvan, hogyha fogadtátok, akkor arra kérlek mindenkit, titeket is, illetve a hallgatókat is, akik hallgatják ezt az adást, van előttük papír, vagy ha nincs, akkor fejbe, írják föl ezt a számot. Oké, okay, csak lehet? Bocsánat, még egyszer összefoglalva, 1 és 50 között páratlan szám, és a mindkét számjegye páratlan, ugye ez fontos, hogy mindenkinek még egyszer tiszta legyen. Oké, okay, megvan, szerintem jó, ez így. És mondtam például olyan, mint mondjuk a 15. 15. De nem a 15 lesz az, jó? Oké, okay, ennyi segítséget adtam. Fölírhatjuk a 15-öst. Ne írj fel a 15-öst. Jó, tehát 3-ig számolok, csettinteni fogok én az ujjammal, jó? És akkor fogjátok megkapni ezt az üzenetet. Jó? Tehát 1, 2, 3. Írjátok föl ezt a számot, gondoljatok erre a számra, és vezessétek föl erre a lapra. Takarjam el, hogy ne nézd? De gondolom, nem? Nincs jelentőség. Tudja, hogy mit írsz. Elkészültetek? Fogadtátok? Láttatok a lelki szemeitek előtt ezt a számot. Nekem megjelent egy szám. Át kellett gondolnom, hogy mind a kettőt. Balázsnak megérkezett. Nekem megjött. Jani, neked is megjött. Jó. Akkor én elmondom, ezt még szeretném előtte elmondani, hogy nem biztos, hogy fog sikerülni, mármint, hogy veletek. Nem biztos, de gyanítom, hogy lesznek olyan hallgatók, hogy ha lesz ilyen, az nyugodtan SMS-be. Abszolút, írják meg. E-mailbe írja meg. Tehát én elmondom, hogy én a 37-re gondoltam. De mindenki. Jani, mire gondoltál? Mi van a lapodra fölírva? 35, igen, neked? Majdnem. 37. Ezt nem hiszem el. Nekem 31. Ezt nem 31. hiszem el. Annának 37. 37 az Annának. 37. Anetnak 37. 37. Kik a legnagyobb bábok? Ennyi, barakok vagytok, titeket bármi legyen. Azért, várjál, azért, hogy picit időzzünk el. Azért ez ízlelgessük. De ezt most komolyan mondom. 1, 2, 3, 4, 5-en írtunk számot itt a stúdióban. És ebből 3-an a 37. És 37-et leírtam. Jó, és ugye én azt elmondtam az elején. Anna is leírta a 37-et, és Anett is leírta a 37-et. Látom, itt mutatjuk egyébként, Laci videót csinál, és feltesszük a honlapra, a morningshow.hu-ra, tehát látható. Majd itt van a cetli a kezemben, és ott van rajta a 37. Na, akkor mondom, a 20-as és 40-es számokat ugye kizártad azzal, hogy mind a kettőnek páratlannak kell lennie benne. Tehát ugye
nem lehetett 21, 23, 25, nem lehetett 41, 43, 45, ott már két nagy csoportot kizárt. Azzal, hogy azt elárulta nekünk a mentalistánk, hogy a 13 és a 15 például ilyen szám, már elültette a fejedben azt, hogy a 10-es csoportból ne válasz. Két de jegyű nincs, hogy elültette. Dehogy nem. Figyelj, hallgass végig. A két jegyű volt, érted, és itt van. Ugye itt? Szerintem nincs, hogy elültette, mert én meg pont arra gondoltam először, hogy azt fogom mondani direkt, amit ő mond, ez mindenképpen egy ilyen kis bevezető ráhangoló gyakorlat volt. Én kajálom, gyerekek, azért, amit Anna felmutat a 37-et meg én is. Nyilvánvaló, hogy most nem akarok ennyire nagyon belemenni a szakmai részletekbe, de azért azt el kell mondanom, hogy maga a mentorizmus az rengeteg eszközt felhasznál. Most itt nem tárgyakra gondolok, hanem különböző... De Tamás, nem is kell magyarázkodnod, csak mondom az SMS-eket, zseniális. Nekem is 30 év zsuzsó, ez nekem nagyon bejött, nagyon nagy. Nem hiszem el, tényleg 37. Félelmetes, de megvan. Én 37-et írtam, ez hihetetlen. Ezt nem hiszem el. Én 37-et írtam, pedig úgy álltam hozzá, hogy de jó lenne, ha meg lenne a vége. Pedig úgy álltam hozzá, hogy valószínűleg nem fog tudni befolyásolni. Nagyon jó. Ezt nem hiszem el. Hogy lehet? Ezt nem fogja elmenni senki, elmesélem. 37. Zotya. Basszus.